Néha odafigyelek, hogy mit eszem, próbálok kávémentes napokat csinálni, mert tudom, hogy doppingnak használom a kávét, mert valóban reggel 6-tól éjfélig talpon vagyok, de azután érzem, hogy ha elsavasodik a szervezetem, akkor csinálok ilyen diétás napokat, és akkor a fő étrend a gyümölcsök, a zöldségek, mert oda kell figyelnünk az idegrendszerünkre, mert azt veszük a legjobban igénybe, tehát a színpadon. És mivel az embernek, vagyis hát nekünk a Trió Zsolta még kicsik a gyerekeink, ugye az ember szeretné őket felnevelni, tehát muszáj, hogy odafigyeljünk. Családon belül is anyukám lábon hordott ki egy szívinfarktust, anyósom pedig egy kisebb agyvérzést. Úgyhogy mind a két részről van egy ilyen dolog, vagy cukor, hát nem olyan erős volt a cukorbetegség, de azt mondják, 6 felett az már rosszat mutat, és ilyenkor anyukámról tudom, hogy diétázik, és akkor visszacsökken a dolog, és akkor, tehát valóban csak odafigyeléssel tudunk. Ha nem figyelünk oda, és elhesegetjük a dolgokat, akkor biztos, hogy rossz útra keveredünk, tehát egészségileg. Tehát ezeket meg lehet állítani.